Nos sok fölül. Igen, tökéletes, Dárén. Igen. Várj, Klára, kérlek. Magának nem szabad ide jönni. Menjen el innen. Elnézést. Azt mondtam, ne gyere ide, Manuel. Menj el, kérlek. Nem, Elisa, ne. Anna itt van. Tisztáznom kell a dolgot a lányom. Nem. Magának nem kell semmit tisztáznia. Menjen el! Elég legyen az Istenem! Manuel! Nem, bocsánatot kérek, nem akartam kiabálni, nem. Ezek a levelek nem anyádnak szóltak, ő tudja jól. Másnak írtam. Csak folytassa a hazudozást, uram. Halljuk. Kinek szóltak ezek a szenvedéllyel teli levelek? Ez nem érdekes most. De igen, érdekes. Tisztázni jött akkor? Már nagyon várjuk, Kosztá. Ki az, aki ennyi szeretetet érdemel? Menj el, Manuel, könyörgöm. Nem, Elisa, nem. Hát jó. Ezeket a leveleket Amanda Haurénak írtam. Vagyis magának egy 21 éve tartó románca van Amanda asszonnyal. Anna, kérlek. És akkor vajon hogy kerültek a mi családi emlékeink közé a dobozba? Képzeljük el, hogy a falu legelőkelőbb asszonya beusult a házunkba és elrejtette őket. Milyen szándékkal? Azért, hogy pontosan ez történjen. Elég. Menj el végre. Ne okolják az anyjukat. Neki semmi köze ehhez. Anya? Marcia. Neked? Vagy Kosztának? Azt mondtad, hogy az anyám. És e között az őrült között. Évek óta van valami. Igen, így van. Anna. Anna. Kérlek, esküdj meg, hogy nem mondod el anyádnak, amit elmeséltem. Esküdj meg! Miről akarsz velem beszélni? Öcsédről. Értem. Azt tanácsolom az öcsém ügyeit inkább. Beszéld meg vele? Nem. Mert nem olyan könnyű. Nem tudok beszélni vele. Én nem tudom, mi történik itt. Én sem tudom, mi van vele. Kérdezd meg, a testvére vagy. Hiába, nem hallgat meg. Mit akarsz, mit mondjak neki? Hogy tartsa távol magát attól a nőcskétől. Nem érintkezhet egy ilyen közönséges nővel az Istenért. Van, ez a nőcske, ahogy te nevezed, egyszerűen csak Messina rokona. Én így tudom. Jó, hogy lesz jó, ne rögtess. Nagyon kérlek, segítened kell. Nem engedhetjük, hogy Lautaro rossz útra térjen. Igazam van? Mit szólsz? Te példaképe lehetnél, Horácio. Én úgy vélem, komoly gondolkodású férfi vagy, aki családot szeretne alapítani Klárával, aki tisztességes lány. Itt is van. Gondold meg, mit csinálsz. Lautaro, én... Nem szeretlek, Nora. Hogy? Nem szeretlek. Bocsáss meg, de csak ezt mondhatom. Nem, ne mondd ezt nekem. Össze fogunk házasodni már. Elkészült a kelegyém is, miket beszélsz? Szeretnék bocsánatot kérni tőled. Tudd meg, hogy sosem bocsátok meg neked! Bocsáss meg, anya. Hogy kételkedhettél benne? Nem tudom. Hülye vagyok ezért. Ki tudja? Talán a húgodnak igaza van. Miben? Amanda nem jön be, hogy betegye a leveleket a dobozba. Nem. Marcia, megyek kezet mosni. Hoznál egy rongyot, hogy ezt letöröljem? Légy szíves. Marcia volt az anya. Marcia volt. Ő segített. De igen, Marcia nem képes. Egész életében szerelmes volt a papába. Miket beszél? Ez az igazság, te is tudod. Fejezd már be, ez butaság. De miért félsz ettől ennyire? Nem félek tőle.
De Marcia olyan, mint egy családtag. Augodnak szüksége van rá. Nem, anya, nem. Rád van szüksége. Anna segélykiáltásokat küld feléd, hogy szeresd. Hogy mered ezt mondani nekem? Menj a szobádba. Jól van, anya, nem. Lara, menj a szobádba. Nem akartam. Menj a szobádba. Bocsáss meg. Menjünk, Anna. Nincs itt senki. Hogy nincs? Láttuk ide bejönni Marcia. Várj meg kint. És imádkozz érte. Már nagyon késő van. Kicsi, holnap is visszajöhetünk. Beszélnem kell vele most. Várj meg kint, és ne vitatkozz. Kimennél? Atyám! Tutela.